Kis Milánnal, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola végzősével arról beszélgettünk, hogy mi mindent kapott a refitől. Elmondása szerint nagyon sok tudást kapott, nagyon jó matematika tanárai vannak, akik versenyekre nagyon jól felkészítik. Nagyon sok mindent kaptam, nagyon sok tudást, nagyon jó matematika tanárok vannak, és versenyekre nagyon jól felkészítenek. Miért pont a matematika áll hozzád legközelebb? Hát igazából alsós korom óta versenyekre járok, tehetséges vagyok benne, és... Tehát a logika fontos számodra, vagy amikor ott át kell látni egy, mondjuk egy nagy feladatsort? Hát inkább a logika, ami fontos, hogy meg kell érteni, hogy hogy is működnek a feladatok, és az alapján megoldani őket. Most itt a természettudományi teremben beszélgettünk, itt azért a fizika, kémia, tehát ezek is közel vannak hozzád, vagy inkább a, csak a matematika? Igen, a fizikát is szeretem. Fizika versenyen is voltam, és fizika-matematika versenyen. De mondjuk egy magyar verseny, az elképzelhetetlen? Hát, voltam ilyen szavalón, de ez nem annyira megy, nem annyira áll közel hozzám. Órákon odafigyel a magyarázatra, és így otthon egy-két óra nagyjából elég a tanulásra. Nem, én szerintem nem tanulok olyan sokat, mint a többiek, inkább odafigyelek az órákon, és így próbálok tanulni. Ez mondjuk napi mennyi idő? Egy óra, másfél óra? Hát igen, egy-két óra nagyjából. Amatőr szinten 8 éve kézilabdázik, de volt városi atlétika versenyen is. Amatőr szinten sportolok, 8 éve kézilabdázok, meg voltam városi atlétika versenyeken is. A sport az fontos az életedben azért, hogy amatőrként csinálod? Fontos. Nekem nagyon a testmozgás, mert nagyon fontos az embereknek, az egészségnek, hogy egészségesek legyenek az emberek. Nem tartja magát különösebben kreatívnak, de szereti maga körül a rendet a szobájában. Anyja számíthat rá a porszívózásban, az állatok etetésében is. Bár nem focizik, de megnézi a labdarúgás meccseket, a kézilabda világbajnokságot és a bajnokok ligáját is. Tovább tanulni matek fizikával szeretne, még nem döntötte el, mi lesz, de matek tanár biztos, hogy nem. Matek fizikával szeretnék tovább menni, de még pontosan nem döntöttem el, hogy mi akarok lenni. Mi az, ami biztos, hogy nem lesz? Tehát mondjuk leszel matek tanár, vagy az már biztos, hogy nem? Hát, szerintem matek tanár nem leszek. Mert akkor ezzel a két tárgyal azért sok pályát választhatsz magadnak. Mi az, ami úgy érdekel? Hát a mérnök, annak szívesen mennék. Hát, nagyjából még ezen gondolkoztam eddig. Barátaival sokat szórakozik, de órákon csendben van és figyel. Ha barátai kérik, segít nekik matematikából is.